Üdvözlöm minden kedves nézőt! Sorsdöntő BO3 mérkőzés Immortals és Cloud9 között. Én jó magam Pierce vagyok, és mellettem pedig a Iovine. Szervuszok, üdvözlök mindenkit itt a mai este. Bajnok választás közben már azonnal! Harmadik mérkőzésén érkeznek is a tiltások. Ezúttal ugye megint csak a Cloud9 lesz a kék oldalon, ami azért fontos, mert ugye elsőre csak egy karakter tudnak majd elhozni. Az előző mérkőzésen Erexa és Karma választás az első körben nagyon szép volt. Echo tiltás ezúttal viszont érkezik Hunival szemben, megelégelték a kis ugráló mitugrászt. Swain pedig megint csak ott van a tiltó listán, nem véletlenül. Ryze úgy szintén Kindredet és Nidalit megint csak kiveszik a tutiból. Nem fog ez a két karakter érkezni, megint csak jöhetnek akár a tankosabb dzsungelesek, ahogy azt az előző mérkőzéseken is megfigyelhettük. Mithiosnak a Rek'Sa-ja ellen még nem érkezett tiltás, valószínűleg nem is fog. Kérdés, hogy elhozza ezt akár harmadszor is, hiszen kétszer már bevált, de lehetséges, hogy az Immortals akár kitalálhatott közben valami stratégiát ez ellen. A Cloud9 kezdeményezése minden esetre fantasztikus volt, és ezt próbálja pontosan kettőbe törni az Immortals a Maokai tiltással. Érdekes volt ugye, aki az előző meccset végigkövette, az látta jó, hogy a Cloud9 az jóval hamarabb kapta el most a fonalat, és mégis gondterhelt volt az, hogyha Honi még ebben a tizen sok ezer arány hátrányban és hátul valahogy pár azonos valóságban tudott valakit kötni, meg tudta ölni, és általában ugye csak a Honi gyilkosság miatt volt, hogy nem kristalisztászokkal fejezték be a Cloud9-osok a csapatküzdelmeket, és inkább megválnak tőle, de nagyon bölcs döntés, és az is, hogy Mithiost végre elveszik a Rek'Sa-t, ha elveszik, mert tudnélik, hogy a meccs az mindig két oldalról szól. Egy az, hogy mit hozol magadnak, és mit veszel a másiktól. Ugye a tiltási fázis igazából ez a nagy eszmei játékot folytatja le igazából a két csapat között, és úgy gondolom, hogy Mithiost a Rek'Sa-ja nagyon magabiztos döntés volt. Bárki várt, mondta, te is kiemelted a Player of the Game akár, meg is kapta a Player of the Game-t általunk, és így általában ennek köszönhetően ez a Rek'Sa már elvetendő volt. Így van, ráadásul azért Rainover-t sem kell félteni ezen a karakterén, hiszen amikor ez bejött, nagyon-nagyon sokat játszott vele, tehát neki sem idegen a Rek'Sa játék. Úgyhogy egyértelműen megmutathatja majd Mithiosnak, hogy hogyan is kell használni ezt a karaktert, viszont ugye pontosan a változtatott tiltási stratégiának köszönhetően átcsúszott a rostán Lucian, amire rögtön lecsapott a Cloud9, nem véletlenül. Sneaky egy hatalmas Lucian játékos, és ezen a mérkőzésen is Smoothie fog egyébként támogatni a Cloud9 oldalán, Bunnyfufu továbbra is a kispadon csücsül. Illetve ott van még egy Gragas választás, ami mondhatni azért egy eléggé rugalmas dolog, hiszen Mithiosnak abszolút közel áll a játék stílusához a Gragas is, de ahogy azt már láthattuk korábban, akár még Impact kezébe is kerülhet. Tény, hogy nem volt annyira meghatározó, mint a Maokai, de ettől függetlenül a tank szerepét ugyanúgy be tudja tölteni, és a másik oldalon az Immortals részéről egy igencsak halálos ösvényt figyelhetünk meg, Ashe, illetve Zyra személyében. Ezek ketten annyi CC-t fognak az arcodba tolni, ami ellen lehet, hogy még Lucianek az ide-oda csúszkálása is kevés lehet. Ez rendben van most már ez a Zyra választás, így egy lövész mellé. Az előző meccsben azért még kiemelt volt, és újra kiemelném, hogy amikor két lövészes kompozíciód van, ugye Ezreal is Varus, akkor mi az Istennek melléjük szoraka? Tehát igazából egy Morganával már sokkal, de sokkal előbb lettek volna, hogyha tudják tartani kicsikét azt a köztes távolságot a lövészek, nem pedig úgy volt, a Rainover ben volt a buliba, a két lövész pedig hátulról átütő nyilvessző, meg misztikus lövedék, és körülbelül ennyi volt, amit a két lövész csinált. Ha bármilyen úton, módon, akár Jala, Morgana, bármilyen pajzsal, vagy Luluval felruházva tudtak volna többet részt venni a küzdelembe, akkor valószínűleg nem ez lett volna a legtöbb csapat küzdelemnek a végeredménye. Erről le is mondanak gyorsan, és inkább én egy magabiztos Viktor választás a Pobelterhez. Az ára, ahogy mondtad, igaz papír, de nagyon csúnyán tud igazából büntetni az alsó ösvényen is már, és ugye az újított Zyra-ról beszélünk, akinek aztán még több gyökere van, mint valaha volt. Igen, eléggé gyökér karakter. Mondhatjuk ezt így is. És ugye közben érkezett még a Cloud9 oldaláról a középső ösvényre nagy valószínűséggel egy Lissandra, így megint csak a kezdeményezés és a lekötés, valamint a CC vonat érkezhet. Auriven! Huniriven! Jó napot! Pá! Jó napot! Emlékezzünk azért, emlékezzünk meg Huninak a négyszeres gyilkosságáról, amit már ezzel a karakterrel Európában el tudott hozni a Fnatic színeiben. És emlékezzünk Huninak a játékára döntőben és tavasszal. Tehát azért nem került annyira megszaladni azért, mert Rivent hozott Huni, de ugye a Rek'Sa felütés és a gravitációs mező között, hogyha Huni a kis kombóját be tudja fejezni, akkor nagyon fog csípni egyetlenül Sneakynek és Jensennek is a sebzés, viszont
Két tankos felállással ruházkodik fel a Cloud9, még csak egy lesz Isten igazából az Immortals, szóval megint ki tud alakulni az a párbaj, hogy Renovar bent, a többiek pedig körbe táncolják a küzdelmet, és a pajzs most ott van a Cloud9 kezében. Ugye az inspirációs karma pajzsokról beszélek. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen választott a Cloud9, és megvan javarész az esélye a nyertes meccs befejezéséhez, kb. 65-35%-ban szerintem. De persze ez még sok mindenem fog múlni. A sportszerű készfogás megvan, és ne felejtsük, hogy az állás 1-1. Tehát Cloud9 is és Immortals 1-1 ponttal rendelkezik ebben a BO3-ban. És azért most már pontra megy ez a mérkőzés. Igen, viszont visszatérve ugye azért a Riven választásra azért egy eléggé kétoldalú penge. Akárhogy is nézzük, ha megindul az elején, akkor ténylegesen tud olyan sebzést kiosztani magával, hogy a mobilitásának köszönhetően folyamatosan egy zavaró tényező tud lenni, hasonlóan az Echohoz, igaz, hogy fizikai sebzésben, illetve ne felejtsük el, ahogy te is mondtad, ott van ugye a Rek'Sai ezúttal az Immortals oldalán, és a Rivennel együtt a kapásból két feldobás, illetve egy kábítás. Tehát az már kapásból 3 CC, ami hosszú másodpercek le tud kötni egy-egy embert. Tény, ehhez kockáztatnia kell a saját bőrét is Huninak, de hogyha meg tud indulni, ne felejtsük el, az ő pajzs ugye támadási sebzésből növekedik, akkor ezt Vigan megteheti. Szóval igazából a Cloud9-nak talán az egyik elsődleges feladata, főleg a meccs első szakaszában az az lesz, hogy Hunit ne hagyják farmolni, de ami még fontosabb, ne adjanak neki gyilkosságot. Köszönöm, hogy be is törődtünk a játékban, és azért még közben elmondanám azt, hogy Huni Riven választásában még van rá azért egy jó momentum. Azért tudni kell, hogy Riven nagyon szívvel tud menekülni, ha kell, és sokszor volt már a felsősnél és a hangsúly téve, viszont talán Amerikában még, amit mi láttunk, annyira nem, de ha bármikor is igaz a Mythios Impact párosa szeretne Hunit elkapni, nagy valószínűséggel nem lesz sikeres a rajtaütés, csak villanás és robbanékony hordó beáldozással, de az első szinteken nem valószínű, hogy Hunit el lehet kapni, ami számára egy jó hír, hogy maga biztosan tud igazán az ösvényén megpróbálni dominálni Impact-tel szemben, de a hátulült, ahogy már te is mondtad, ha nem indul meg Riven annyira, mint kéne, tehát például az első két halált, az első halált megkapja, akkor igazából lehet, hogy nagyon sokáig is utolsó tudja magát érni a meccsen, hogy úgymond ki tudjon fejlődni ebbe a játék középső szakaszába, hogy igazán erős lehessen. De amit igazából a Cloud9-nek itt tennie kellene, és amit meg is tesznek, egyértelműen az nem más, mint egy ösvénycsere ezzel a Rivennel szemben. Az első pár szinten a Trundle egyértelműen hátrányban van Rivennel szemben, hiszen a mozgékonyságának, valamint a rengeteg beépített sebzésnek köszönhetően át tudja venni a dominanciát az ösvényen. Közben a nyilvessző záporral próbált volna Valtortel egy kis vagy egy nagy krúgot elhozni, ez azonban nem jött össze. Adrian az, aki megint csak támogató lévén benéz az ellenfél dzsungelébe. Így a vörös szederhát erősítést Mythios és Impact rögtön ott is hagyja, nem próbálnak ezzel plusz időt fetszölni. És inkább átvonulnak a kék oldalra. Jensen közben ugye azért kapja a sebzést eléggé durván Poveltertől. Még egyes szintűen adott ennyi pofont Jensennek. Míg Jensen csak ugye most lett meg kettes, de azért már kortolja a kis süteményét. Ez elég érdekes kortyú. Nehogy a torkának adjon szegénynek. Pedig torkának akar. Vörösszeder, hát lopás közben Mythiostól. Rek'Sai is ugye azon a lehetőségnél van, hogy átcsúszhat. Kérdés, hogy tudja-e, hogy számít-e rá, hogy Mythios ott van a saját jungle-ükben. Igazából őrszem, Michigan őrszem kihelyezve nem volt, és jön Reno, ez a jó a megérzése, mivel három játékos van a felső, és milyen tudhatja, hogy a jungle-es is valószínűleg közelben van. Tehát igazából most megfordult az ösvénycsere is. Az első külső tornak szedése most a fontos, mind a két csapatnál, ami például az első meccsen nem volt ugye szintén mondható. Így van, így igazából tényleges ösvénycserét igazából nem figyelhetünk meg, tehát 2-1-es ösvények nem lesznek ezúttal, megint a korai torony döntése az, ami meg fog valósulni mindkét csapatnál szinte ugyanabban a pillanatban, viszont ami különbség a két csapat között az az, hogy Impact megkapta a szóló aranyat a toronyért, míg ezzel szemben Huni ezt nem. Egy kisebb arany hátrányba kerülhet már most rögtön az elején Trundle-el szemben, így is van, ezt láthatjuk is, körülbelül egy 200 aranyról beszélünk a két karakter között. És hát megint csak lehet tovább tolni az ösvényeket, mind a felső, mind pedig az alsó részen, hiszen a felső ösvényesek ott maradtak egyedül. Középső ösvényen teljesen kiegyenlített mérkőzés figyelhető meg eddig a pillanatig, és ugye pont a fagyos sírnak köszönhetően Pobelternek muszáj volt
ugye elhozni a megtisztulást. Ezzel szemben Jensen, ahogy azt már a Lissandráknál megszokhattuk, teleporttal érkezett, és ezt rögtön ki is használja az elején, hiszen már egy második Doran gyűrűjével rendelkezik, így a tárgyelőny már most megfigyelhető. Huni érkezik viszont. Huni. Hát igazából csak benézett, meg az összfénycseri, amíg a kéket megkapja a Pobáltor, addig kicsikét beleformott Huni a középső ösvénybe, vagy inkább beleszagolt a középső ösvénybe, impact-re találkozhat, és Huni azért jól tud cserélni Rivennel, főleg egy kettes szintű troll ellen, de Jensen már azért mindenképpen résen volt, hogy lehessen segíteni a 2-1-es szituációt kialakítani Rivennel szemben. Mindenkit ösvényen dőlt a külső torony, ugye az Immortals és Cloudnak is sikült egyet-egyet magára ruháznia, így megint az lehet, hogy a nagyobb aranykülönbségek még az első objektum hívás előtt nem fognak megszületni. Kérdés, hogy az első sárkány, ami igazából megszerezhető, főleg azért a Cloudon javára ott még éppenséget tornya volt az Immortáznak, de ez hamarosan be fog dőlni. Hát Jensen nem tudom milyen próbálkozás próbált megcsinálni, de neki most a jégösvénye kiment, ez biztos. Ettől függetlenül nem szedik ki belőle a villanás, így ezt valahogy most megúszta mondhatni, és Rainoverék nem kaptak a lehetőségen, amit kiemelni, akkor Rainover baromi jól halad a jungle-ben. 29 farmja van, Dimitri osztal 17, tehát ráver 12-t instant 5 perc alatt, ez szintelőny nála már legalább. Egyértelműen sokkal gyorsabban halad. Pobelterre. Nem tudom, hogy ebben volt-e egyébként ösvénybeli farm, Rainover pedig jön, Jensennek van jégösvénye, nagyon szépen használta, Rainovernek a pillanása úgy ment ki, hogy Jensen semmit nem csinált, érte csak egy nagyon szép jégösvényen lépett arrébb, útközben túllépte éppenséggel ugye Rainovernek a pillanását, szép játék, ezzel viszont hátrányban lehet most kicsikét az Immortals, legalábbis Rainover rajtaütésének, azért kicsikét kevesebb lesz most már a lehetőségének tárháza, de Jensennek élete megint csak nincsen, tehát Viktor nagyon szépen cserélé Jensennel szemben az élete, pedig hogy már egyszer hazament, teleporttal jött vissza, két Doran gyűrű van nála. Hát igen, azok a halásugarak eléggé sokat tépnek, és ugye Pobelternek villanása, illetve végső képessége is van, de egy all-in szituáció igazából nem lenne túlságosan hát javasolt, hiszen a fagyos sír azért elérhető, így egyértelműen ki tudná védeni ezt a kezdeményezést, de teleportja neki nincsen, így ez a halálsugár az bizony fájt, hogyha érkezik a káoszvihar rögtön utána, hát hogyha nem is halt volna meg Jensen, de egy végső képességet szinte biztosan elhasznált volna a középső ösvényen, így inkább haza is tér, ahogy te is mondtad, életerő hiány, és egy oltalmazott már magára is ruházott, így megint csak a korokpálcán jöhet majd a középső ösvényre, Impact pedig még mindig szint hátrányban Rivennel szemben, de Mithios azért a közelben járkál. Rajtaütés ebből nem lesz, de minden esetre a lemaradása Rainoverrel szemben már most eléggé számottevő. Egyértelműen érződik a Rek'Sai hiánya Mithios kezében. Meglátjuk majd, hogy a későbbiekben, amikor ugye a hatos szintje neki is elérhető lesz, mennyit tud majd hozzátenni a csapatharcokhoz azzal a bizonyos robbanékony hordóval. Ja, Huni pont látta még az őrszemet, amit kihelyezett igazán Mithios, hogy érkezik Rainover a felső ösvényre, jó a Huni kezdeményezés, Impact neki vissza lépnie, jön még mindig Rainover, Impact villam. Van rá akár egy villanás Hunitól, ha szeretne valahogy kábítani, így van. Trundle pedig innentől kezdve bajban, a felütés szintén jó, és sajnos Rainover hozza a gyilkosságot, ami nem a Riven megindulását támogatja egyértelműen, Jensen pedig a középső ösvényre lép vissza. Ugye a farmja éppenséggel van elég, de nem annyi, mint Pobelternek. Nem bizony, viszont nagyon tetszik egyébként Rivennek a tárgyválasztás, ugye a kalapács az, amit elsőként megvesz, így ebből minden bizonnyal majd egy fekete hasítóbár lesz, és ez azért tetszik, hiszen ugye ott van Trundle-nek a birodalma, de elég mindösszesen egyetlen egy alaptámadás, és Huni szinte folyamatosan végig plusz mozgási sebességet fog kapni ennek a tárgynak köszönhetően, és mindezek mellett azért ne feledkezzünk meg természetesen a beépített mozgékonyságáról, tehát minden lehetősége megvan arra, hogy Impactet, hogyha egyedül megtalálja az ösvénye, mint ahogy azt láthattuk az előbb is, le tudja követni ezt a gyilkosságot, és egészen addig, amíg Impact egy eléggé számottevő tankosságot magára nem tud ruházni, a cseréket szinte minden egyes alkalommal Huni fogja nyerni, ezben a Cloud9 szeretne benézni kicsit az Immortals dzsungelébe, de essel találják rögtön magukat szembe.
aki azért szépen tud zónázni. 2-2 továbbra is a tornyok száma. Rek'Sai érkezik közben a végső képességével. Meteosz már megvan hatos szintű. Menekülni is kell Meteosznak, bár azért ne felejtsük, hogy Rinovel már egyszer villant ugye egy Jensen gyilkosságáért, és neki az most nem elérhető. De nem sokon múlik, hogy meg lehessen az első sárkányra, ami óceán sárkány, kiléphet most már tisztességesen az Immortals. Erre válasza nem lesz a Cloud9-nak. De amikor nincsenek küzdelem az Immortals játékosai, ilyen garán passzív szerűséget kapnak ugye az életerő és mana regeneráció szempontjából. És a magabiztos 1000 arany különbség megvan az első gyilkosságból származó lóvénak köszönhetően, ugye abból még ugye a Huni is kapott támogatást. De a gyilkosságot nem ő. Továbbra is azt szerintem, hogy kicsikét baj lehet majd a későbbi számításokban, de Impact az a játékos, aki tudja Rivent büntetni, de nem két szint hátrányban, teleport kapásban ilyen zent, holnap vissza kell lépnie, jégösvény, az a fagyos sír, és jó a nyilvány törtültől, Jensen épessége még nem kaptam olyan sedés, de Impact igen, nem sokon múlott, hogy Huni elhozza ezt a bizonyos gyilkosságot, de kicsikével több tárgya van, 400 aranyival több tárgya, akkor lehet, hogy most az Impact meghalt volna. Jensen még mindig szintén menekülni kényszerül, neki nincs finalása, jók a gyökerek Adrientől, majd kipárasztás, jégösvény, megy Huni, nem tud kábítani, Wilder-től még nem tud még lassítani, de a kábítás most már jó, és Popelter hozza el Jensen, közben Impact menekül, és Rainover kétszer akkora szintű, 8-as szintű Rek'Sai üti a 4-es szintű Trundle-t, 3-0-ás Immortals, vezetés most már. Gyönyörű szép játék, megint csak, hát a Rainover-től, illetve hát a Rek'Sai megint csak működik, és ahogy te is mondtad, kétszer egy szint előnye van konkrétan egy felső ösvényessel szemben a dzsungelesnek. Azért ezt érezzük át ezt a helyzetet, sőt, mi több, még Huninál is magasabb szintű Rainover. Hát a farmolása, valamint a gyilkosságban való részvétele egyértelműen megtette a hatását. 3-0-ra vezet az Immortals, közben érkezik a visszajátszás. Impact nem is értem igazából, hogy mit akar. Minden esetre Vitaltalnak az érkezése fantasztikus. Jensennek a szerencséjére a tankot Impact tankolta. Tankot? Tornyot? Impact tankolta. Így nem ő kapta folyamatosan a sebzést a kábítás alatt. Ennek köszönhetően ideig óráig el tudta odázni a saját halálát, de egyértelműen szépen sétált ki egyébként az Adrian lekötésből, viszont ugye ott volt még azért egy kifárasztás is, és a fagyos gyűrű ide vagy oda egy Rivent nem igazán lehet lerázni. Rainover pedig hát könnyedén be tudja fejezni a 4-es szintű tornyot, hiába a VLC lejátszó, tény, hogy ennek köszönhetően ugye egy villanásába került ez a gyilkosság, de így már kettővel is rendelkezik, a parázs behemótját be tudta fejezni, meg még ott van a higany léptek is. De sokkal nehezebb dolga lesz innentől kezdve a Cloud9-nak lekötni Rainovert. Ugye azért van CC bőven a Cloud9 oldalán, viszont eddig ezen a mérkőzésen ezt nem igazán tudták kihasználni. Ez azért nagyrészt főleg az előző szituációban Vitertalnek volt köszönhető, aki ugye azzal a kristály nyilvesszővel egész egyszerűen... Jókor, jó helyen, jó helyre lőtte. Így van. És az Vitertalnak mindenképpen eddig is az S játékaiban egy nagy előnyt jelentett az Immortal számára, viszont a farmban továbbra sem erős Sneakyhez képest. Tényleg alul Sneaky a számára egyik legkomfortosabb karaktert kapta meg. Ez aztán agresszív lépés Meteoszta. Jön még Jensen is, hárman kergetik Rivent. Mit mondta a meccs elején? Hogy Riven oda megy, ahova akar. Köszönöm szépen. Riven oda ment, ahova akart. Erre három játékos lépett ki, és akár tornyot hoznak cserébe az Immortals játékosai. Ez semmiképpen sem érte meg a Cloud9 részére. Épessége minél jön, de már menekül Meteosz. És ne felejtsd el, hogy Meteosz villant és robbanékony hordozott, ergo a legjobb lehetőséget próbálta kihasználni, sikertelenül. És igazából az előző szituáció... Majd lőtt egy kristályvesszőn, de Jensen három ember közé érkezik be. Jó a fagyos sír, de ez még nem lesz elég. Sneaky sorozatlövés, jön Huni! Majd megy Huni! És a toromégépességgel áll Jensen! És az a smoothie életerő a szinte semmi, wow! Megvan! A épessége megvan, Impact végső képességének köszönhetően Vitertől, bár nem sokan múlott. Kicsiket is szépít mindenképp a Cloud9, de a torony még továbbra is döntés állapotban van. Ostromol az Immortals! És ez torony előnyt fog számukra jelenteni. Így van, és ugye ahogy te is mondtad, a mérkőzés elején pár gyilkosságot nem tudott szerezni Huni, két támogatással azért rendelkezik, és azért az a 39-60-as farmarány sem feltétlenül rossz, hogyha Impactet nézzük, úgyhogy tény, hogy nem azt a sprintes startot kapta meg Riven, de egyáltalán nem áll rosszul, közben érkezik a visszajátszás. Ugye mellé megy a nyilvesz, hogy ennek köszönhetően Jensen azonnal beugrik Wilder-re. Nagyon bátran a fagyos szívet ugye magára kell elhasználnia.
Shuni az, aki még szeretne valamit segíteni oldalról, de Impact nagyon szépen ismeri fel a helyzetet. A VLC lejátszó ezúttal jó, és a végső képességnek köszönhetően ugye el tudja hozni az első gyilkosságot csapatának. Ugye a Titán Hidra lesz majd az ő első tárgyválasztása, ha majd valamikor befejezi. Ugye ez egy nagyon drága tárgy, míg ezzel szemben ugye a fekete hasítobádot már be tudta fejezni Huni. És még a fénycipő is ott van rajta, szóval ő elég gyakran fog ugrabugrálni a térképen. Van egy istenvert a szálka a kezembe, már az egész ujjamat lerágtam, és mindig benne van. Sajnos fáj. Remélem, hogy osztozunk a fájdalomba, srácok, de egyértelműen persze az Immortal szalapra is fájdalommentesen, de vezet a mérkőzésen. Ugye három gyilkosság, eddig kettő Rainover-re került, ami az előző meccsen is gondterheltséget okozott, mikor minden Mithios gyűjtött be, de mégsem volt ez a végén baj. Szóval Rainover is valószínűleg tudja majd ezt rendesen ugye a legjobbra fordítani, hogy igenis kellemetlen tankosságot és minimális sebzés is ide magára tudja ruházkodni. És a Huniké támogatás, amit ugye már Iron Man is kiemelt, mindenképpen csinos. Látható az, hogy Impact is próbál majd valahogy válaszolni minimális sebzéssel ugye Hunival szembe, de ez jelen pillanatban azért még nem annyi, hogy Hunit meg lehessen verni 1v1-ben. És közben Mithiosnak egy piros pont beérte Rainovert. Tény, Rainover nagyon sokat rajta ütött. Még Mithios jóval kevesebbet, és az az egy is igazából sikertelen volt tőle, de most már nincsen szint hátán, legalábbis nem annyira, mint eddig. Így van, és ugye azért Mithiosnak egy kicsit óvatosabban kell megválasztania ezeket a szituációkat, már csak azért is, hiszen ő a tankosságát egy picit később fogja majd megszerezni. Ugye a Runa visszhang az, amivel ő rendelkezik, tehát nem egyből a parázs behemótra ment, így lesz egy kis plusz hát területi, illetve nyilván varázssebzése, míg ezzel szemben természetesen parázs behemót kiegészítőt figyelhetünk meg Rainoveren. Arra leszek majd igazából kíváncsi, hogy az előző mérkőzésen köszönhetően annak, hogy két tankos dzsungeles volt, mindketten megengedhették maguknak idézőjelesen azt a luxust, hogy látókövet tudjanak venni, ezáltal a rálátás egyértelműen sokkal dominánsabb volt mindkét csapat részéről. Most viszont elnézve a két karaktert, miközben a hegyi sárkányt elhozza az Immortals, ez ugye a nagy szörnyekre. Viszont ez egy jó hírnek húzás lesz a Cloud9-tól, amit valószínűleg Impact fog megkapni. Így most már azért Huni fel kell, hogy kösse a gatyáját. Azért két szint különbség még kettőjük között van, szóval azért nincs minden elveszve. De 26 helyett 36. percig rajta lesz most már Impacten a hírnök áldása, ami azért nem egy rossz dolog. Jön Rainover Jensen büntetni, aki azért korokpálcás Jensen, szól azért annyira kevés életerővel már nem rendelkezik, mint például Pobelter. Érkezik Adrian és Whiter Dillo mellé a kristálynyilvessző, és Jensen pedig fagyosírra már most visszalép az Immortal csapata, jön Mithios és Sneaky föntről, csak nagyon későn. Pobelter mi próbálta megölni Jensen, nem sokan múlott. Teleport! Egy villanásos alaptámadás hiányzott még Pobertől, hogy be tudja fejezni Jensen, de nem vállalta be ezt a kockázatot. Nem is kellett. Torony volt igazából a cél, és az, hogy csak egy ember védte a tornyot, erre nagyon lépett, nagyon szépen lépett ki az Immortals. Tény, hogy Rainovernek el kellett vinnania ezért, de Jensen majdnem belehalt, szóval úgymond valamennyire megérte. A toronybukás miatt főleg megérte az Immortals javára. Sneaky pedig sajnos hiába farmol jól, még nem volt sohasem időben ott, mint például Mitertől. Konkrétan ő az egyetlen játékos az egész idézők szurdokában, aki még egyetlen szituációban sem vette ki a részét, így is van. Tény, hogy nagyon szépen farmol, majdnem 60-nal vezet Mitertől szemben, aki ugye megint csak egy támogatással és egy halállal rendelkezik, de legalább próbál ott lenni a helyzeteknél. Ugye a felső ösvényen is többek közt az ő nyilvesszőjének köszönhetően tudták megállítani a torony alá érkezést. Viszont azért ez sem feltétlenül annyira rossz. Sneaky ugye biztonságosan játszik most, és sorozat lövi Sneakytől, közben sajnos mellé ment a lefogása Adriennek, és Sneaky túléli, de azért már most érződik azt a Sneaky, mert ez a bizonyos plusz farm különbség milyen agresszivitás vált ki, meg hát Ulsanről beszélünk, aki ilyenkor nagyon szépen tud csodákat művelni, de egy ilyen fagyos nyilvessző az arcba, amikor így meglódulsz, akkor kicsikét lehet, hogy rosszul számolod el magadat majd. De ettől függetlenül van nyilvessző a Whitertőnek, ha akarnak Sneakyre lépni. Pontosan ezért van a közelben Smoothie, de csak Smoothie. Így van. És ugye pont a farmra akartam kitérni én is, hogy tény, nem veszi ki feltétlenül magát a szituációkból, viszont ennek az irdatlan farmennyiségnek köszönhetően próbálja minél előbb megalapozni a tárgy előnyét Whitertől szemben, ami egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé hatásos, és hát talán már annyira új buildnek nem nevezhető, de mindenképpen egy frissítés az eddigi Lucianökhöz képest. Ugye a szellemkard és fekete hasítóbárt kombó,
Ez azért nagyon erős, hiszen egyrészt ugye a szellemkard plusz mozgási sebességet és pozicionálási lehetőséget nyújt számára, a fekete hasító bár pedig ugye, mint tudjuk, a páncélzatot szedi szét, és ezt összerakva Lucian-nek a passzív képességével, ami folyamatos dupla támadásokat ad neki, hát még a tankoknak a páncélzatát is nagyon gyorsan és nagyon könnyen le tudja szakítani, ezért annyira erős igazából ez a kettes tárgy kombó. Sneaky Rainover. Rainover 11-es szintű, és továbbra is újra és újra hangsúlyoznám, hogy amekkora hátrány volt Meteos, ugyanakkor lendülettel hozta vissza ezt a hátrányt, és rajta is van egy támogatás még pluszban, Rainover még pedig két gyilkosság, tehát alapvetően Meteos már majdnem, hogy jobban is áll, mint Rainover. Mert egy két gyilkosságot még annyira nem tudta beskatujázni a megfelelő előnynek Rainover, jön Meteos, hú, de ki szerette volna üldözni, ezt Isten verte, kitimpáncíros rovar, nem tudom mi az Isten az, de amúgy nő, Rainover egy tudom, nám, tudtad? Tudom, hát nem Rainover, Rek'Sai. De Rek'Sai egy Puni nám. Magyar Rainover meg lány, köszönjük szépen. Szóval Rainover mindenképpen jelen pillanatban azzal a bizonyos tankossággal lassan felruházva, tud olyan pozíciót és szituációt kialakítani, melyel azért tud majd érkezni Huni. A robbanékony hordónak az erejét soha nem szabad elfelejteni. Ha elszámolod magad és Meteos jól mérivel robbanékony hordót, akkor elég kellemetlen helyzetbe tudod magad találni hírt egy szempillantás alatt, amire azért a fagyos sír egy elég jó reakció. Egyértelműen, és hát akkor még ott van ugye a karmalassítás, meg ugye területi sebzés, tehát a CC vonat egyértelműen megvan a Cloud9-nál, viszont azért arra is figyelniük kell, hogy túlságosan sok mindent ne használjanak el egy bizonyos karakterre, mert ha teszem azt, kiveszik Hunit, vagy akár Pobeltert a játékból, mi mindig ott lesznek a többiek, és persze azért Whiteortőrre is koncentrálni kell. Ami hatalmas problémát jelenthet a Cloud9-nak, tény, vannak kezdeményező karakterek, ott van Jensen, ott van Meteos, ők be tudnak indulni, viszont az a lassítás, kábítás, meg lekötés, amivel rendelkezik az Immortals, egyszerűen egy tökéletes ellenlépés lehet, és igazából eltántoríthatja a Cloud9-t attól, hogy úgy, mint az előző mérkőzésen az arcukba másszanak. Mert ott van a Huni feldobás, ott van a Rainover feldobás, ott van egy Zyra, aki kb. Csak CC-vel rendelkezik, Whiteortől úgy szintén, Pobelter megint csak. Tehát a Cloud9-nak folyamatosan figyelnie és számolnia kell ezeket a képességeket, hogy melyik, mikor van újratöltési időn, és igazából nagyon kicsi idő lehetőségek vannak kezdeményezésre. Pobelternek ez pedig fáj, még éppensége Jensen, aki villant, majd Pobelter szintén, de meg a gyilkosság Huni pedig, milyen agresszívan jön neki, villánsa éppensége van, véső képessége is, kábítás, bum, Jensen, még él, jó a lekötés, és Huni nem fog tudni jönni, mert az oszlop impact a tökéletes, de Jensen végül meghal, de Huni ott fog hagyni valószínűleg a fogát. Még tud menekülni, jön River, ne felejtsük el, jön Gragász, jön Sticky, hárman fogják Hunit kergetni addig, amíg bírja, az sok, nagyon sok, Huni az, aki elhozza Jensent, de cserébe saját magát is kinyiratja, és Pobeldrennek igazából leginkább vesztese ennek a küzdelemnek, jön még mindenképpen Meteos, édélyre végig is lehetett volna kezdeni ezzel robbanékony hordóval, emberelőny van a Cloud9-nál, ez a középső ösvény tornya lehet esetlegesen, minden látó őrszempucolás, sárkány is él, ráadásul hegysárkány, az meg aztán elég jól jön. Hát legalábbis a tornyok ellen megint csak, és ugye ugyanúgy, ahogy az előző két mérkőzésen megint várj, csak... Várj, mert Rainovernek sújtása van, rálátás van, kristálynyilvessző van, teleport pedig van, Pobelter épessége még nem lesz itt a közelben semmi, csak most fordul be, Jensen jönne be, jó a felüldés és Jensen épessége meg fog halni, így van, fagyos síra sem volt még épessége, nem tudta elhasználni, most neki még épessége csak vissza, ami igazából hiba. Viszont zonjája volt. Hát ez mindegy. Ha nem volt ideje elhasználni. Nem, hát. Ez volt ugye a probléma. Ugye Whiteortő fagyos nyilvessző, vagy kristálynyilvesszője, és Rainover tömkeleges felütése Jensen gyilkosságát jelentette, és Pobelternek ugye végső képessége nem volt, de gravitációs mezője, igen, a hegysárkányt az Immortals hozza el. Így van, hát így kell egy jól kezdett szituációt elrontani, hogy ezt a Cloud9 mutatta nekünk. Na nézzük is a visszajátszást, ugye nagyon szépen kezdeményez a villanás, robbanás, robbanó hordóval Meteos, Jensen viszont három ember közé, nem is tudom, hogy mit akart igazából itt, bement ugye a jégösvénnyel, azonnal minden CC-t megkapott, ami a világon létezik, és ugye miről beszéltünk kb. 5 perccel ezelőtt, pontosan ezeknek a tömkelegéről, hogy ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni a Cloud9-nak, hogy mikor van lehetőségük kezdeményezni, mert ezek a kis
hát lehetőségek, vagy időintervallumok, amikor biztonságosan, még akár egy Lissandra is, aki ugye rendelkezik beépített védelemmel, be tud menni, azok felettébb alacsonyak. Ugye pont a kompozíciónak köszönhetően, tehát nagyon veszélyes a kezdeményezés az Immortals-ra, és ezt eddig nagyon szépen kihasználják. A Cloud9 pedig hát néha meggondolatlanul kezdeményez, ugye ennek köszönhető többek közt az 5-4-es állás, és hát megint csak Rek'Sai az, aki ezen a mérkőzésen is dominálni tud, hiszen már 3 gyilkossággal rendelkezik, hiába Kristály, csak egy tank, úgymond. Kristály élvezője White Turtle-nek van. Uh-huh. Az egész meccsen, és az első meccsen arra kell nagyon figyelni, hogy White Turtle mikor húz egy ravaszt. Mert a közélső is olyan táncoló Sneaky, nagyon finom falat, és neki még higany lépteke nincsen, igazából semmilyen módon nincs, hogy CC leszedése, Reno-vel lép visszába, Sneakynek jó, de nem elég a sorozat lövés, és sajnos így Mithios Smoothie szomorúan követi végig azt, hogy a lövészükben elég sebzés nem volt, de még mindig 254 farm az Sneaky, torony magasan vezeti a farm tabelláját, vörös, Szederhát lopás pedig Huni elkezdi, majd befejezi, így Mithios enélkül marad, hát még Sneaky. Így van, egy pillanatra azért visszafordult Huni, amint meglátta, hogy a kristálygömböt nem tudta pontosan felmérni, hogy vajon mennyire lehetnek közel ugye a Cloud9-os játékosok, de végül inkább maradt és el is tudta ezt hozni. Így, hát ahogy te is mondtad, sem Sneaky, sem pedig Mithios nem fog ezzel gazdagodni. A 26. percben vagyunk, ami azt jelenti, hogy Impactnek körülbelül még 10 percig lesz elérhető, ugye a Szurdok hírnökének erősítése, és igazából ezt a 10 percet valahogy ki kellene használni, hiszen ne felejtsük el, ez többek között sebzés csökkentést jelent a számára, minden egyes hőstől elszenvedett sebzésre, ha mindig az 5% pontosan. Ugye ez azért nem egy Maokai végső képesség, de mégiscsak sokat számít, főleg egy ekkora tanknál, de hát nem... Hát Riven ellen, aki igen. Igazából szokás mondani ez a... Skillburster, vagy nem is tudom, hogy mondják igazából, ami abszolút, mint Graves, aki nem az alaptámadásiből öl inkább, bár azért Riven kombináció között mindenképpen oda tartozik egy-két alaptámadás kivitelezése, akár ugye a Tiamat, vagy pedig ugye ugrásai között ugye egy-két alaptámadás bebe fűszerezni éppenséggel a kombót, de alapvetően inkább a képességéből sebez talán többet, ami ugye Impactnek kellemesebb lehet ugye, mint a sebzés csökkentése, de neki továbbra is megvan a szint hátránya Hunival szemben, és még mindig két szint hátránya van. 158 a 211 farm ellen, igazából ebben rejlik kettő közt a különbség. Hát ez körülbelül akkora különbség, mint amivel Sneaky rendelkezik ugye White Turtle-le szemben, tehát ez kb. Kinullázza egymást, a középső is ugye pedig 235-235, tehát ott nem nagyon beszélhetünk különbségről. Viszont a két csapat között azért van egy körülbelül 3000 aranyos különbség, ez leginkább ugye továbbra is a két tornyos előnynek köszönhető, amivel az Immortals rendelkezik. Szoktak hibázni, de egy valamit azért el kell ismerni, nagyon szépen védik a saját tornyaikat, illetve a Cloud9 sem feltétlenül fektet akkora erőforrásokat abba, hogy tornyokat hozzanak el, sokkal inkább gyilkosságorientált az ő játékstílusuk, aminek köszönhetően azért az ő játékuk kicsit nehezebben, vagy inkább lassabban indul be. Ugye az előző mérkőzést is, amit megnyertek, az is ugyanígy indult, tehát eleinte hátrányban voltak tornyokban, és sokkal több idő kellett ahhoz, hogy végül a sok gyilkosságnak köszönhetően valahogy átvegyék az arany előnyt, és Impact utána kezdtek el tornyot. Végső képessége csattant Impactnek, Hunynak vissza, egy kicsit vonulnia, legalábbis nem most cserélni. Na, hát ez a Trundle. Így van. Ha ő is all-outozik, amit ugye Huni nem tett meg, mert végső képességet nem használta el, akkor igenis jól tud cserélni Hunival szemben, de még mindig megvan a két szint hátrány, amit bárhogy is osztunk, szorzunk, előny Huni számára. Hírnök pedig még körülbelül egy jó, hát egy olyan 9-8, hát 8-9 percig így lesz van. Még rajta Impactem, utána pedig megint teljesen más lesz a tárgyalási alap a két játékos közti csetepaténál. És azt hittem barom kezdel az Immortals, hogy ez durva lett volna. Kivert a víz. Azért ennyire nem kell talán izgulni, nem kezdi el egyelőre az Immortals a baronnasort. És hát igen, ugye egyelőre viszonylag passzívabb játékstílusra váltott mindkét csapat. Nagyon akarnak azért kockáztatni, ne felejtsük el, ugye ez a döntő mérkőzés, hiszen 1-1 jelenleg az állás, és BO3-ról beszélünk. Most már tényleg pontra megy. Egyetlen. Vagy nem pontra. Hát vagy nem pontra, minden esetre valaki gazdagodni fog majd pontokkal, és ugye három sárkánnyal rendelkezik megint csak az Immortals, hát most ők azok,
akik a második mérkőzéshez hasonlóan inkább fektetnek hangsúlyt erre. És ugye amire még ki akartam térni, az megint csak ugye a torony hátrány, amivel a Cloud9 folyamatosan rendelkezik, nem igazán tudják ezt a lemaradást egyelőre bedolgozni, vagy legalábbis a játékstílusbeli változások nem nagyon érkeznek ezen a téren. És ezzel úgy érzem, hogy maguk ellen játszanak egy picit, mert meg lenne talán a lehetőségük, hogy egy picit máshogy mozognának a térképen, de ahogy mondtam, inkább a gyilkosságokban keresik az előnyszerzés módját, és ez nem feltétlenül kifizetődő. Én megmondom őszintén, hogy ahogy telnek a percek, egyre inkább a Cloud9 felé fog dőlni még mindig a mérleg. Mert a két tank az két tank. A front az front, erről nincs mit beszélni. Látom, hogy Bishinál próbált erre egy impact-tel szemben, azért csak visszább lép, csak megijed valamelyest. Azt mondjuk Ryan egyedül van, kicsit bele sebzett, de megölni nem tudja. Mert ő egy varázsszedéses játékos, aki azért nem egy szelemarcos tányért akar megölni nagy valószínűséggel. De az állása mindig 4-5, tehát nagy különbség nincsen. De azért 3000 alanyag, hogy leginkább a két torony különbségben rejlik. És mi mindig azt mondom, hogy amíg Adrian így fel fog robbanni, illetve azért Hunusen mez túlságosan a tankosságáról híres, cserébe ott lesz Impact is, mit az, aki az első fronton fog táncolni, és Whiter-től villanás nélkül nem lesz túlságosan egyszerű, hogy el tudja menekülni. Hunira megint jött a romanékony hordó Meteosztól, de villant Huni. A sebzésének teljes kivitelezése nem fog működni, de Immortaz megint egy sárkányt hoz, és több elemi sárkány nem lesz ezen a mérkőzésen. A következő már ősi sárkány lesz. Kérem szépen, lássuk két óceán és két föld sárkányt fogunk másfél szerezni. Hát igen, így az Immortals ugye eleve, ahogy azt már említettük, torony előnyben van, hogyha ezt a plusz sebzést a tornyokra, valamint a nagyszörnyekre még ráadásul 50%-kal megerősítik, hát a baronna sorra eléggé könnyedén tudnak érkezni, ugyanúgy, mint a tornyokra, és megint csak passzív játékstílus jellemző a Clownerre, kicsit hasonlóan az első mérkőzéshez, várják a lehetőséget, de igazából nem nagyon próbálják ezt kialakítani. Tényleges kezdeményezést nagyon nem láthattunk tőlük az elmúlt pár percben. Ugye a 31. percet ebben a pillanatban hagytuk el. És ugye a tárgyak szépen lassan gyűlnek, ahogy te is mondtad, az idő talán a Cloud9-nak kedvezhet, közben próbáltak megkap minden. Ez fáj, Jensen homokóra, innentek az Jensen büntethető, és Huni, be is hozza! Impact jön válaszol a végső képesi meg ketyek, Pobelter pedig bajban, Meteos rajta a nyakában, jön Rainover és Huni, és túléli Pobelter! Meteos végül meghal, 2-0-ás erre, Whiter tüpkedik közben, hát Sneakyvel szemben, de tényleg szó szerint Sneaky azért inkább erősebb Whiter-től szemben, ezt ne felejtsük el, de mindketten villantak, a lövészek is. Összességében 2-0-ás csere, és nincsen sújtása a Cloud9-nak. Fél percig semmi Jensen, semmi Tios, sem teleport, sem semmi. Ergo végül is akár 5v2-ben is tud játszani az Immortals, de Impact nem ment haza. Sneaky a környéken, a baron lassan meg fog halni. Nem fog tudni bejönni így a Cloud9, az első baronnasorra az Immortals tesz szert. Te! Hát talán az egyetlen lehetőségük a lopásra a Cloud9-nak az az lett volna, hogy Rainover nem rendelkezett sújtással, többek között ennek köszönhető végül Pobelter tudta elhozni a baronnasor, de 3v5-ben, főleg egy ilyen csapat ellen, ahogy mondtuk, ugye rengeteg CC-vel eléggé nagy öngyilkosság lett volna ezt megpróbálni, inkább elengedik ezt, de ezzel újabb teret adnak az Immortalsnak, és megint csak egy picit visszább szorulnak a mérkőzésen, szépen lassan, de kezdi átvenni a mérkőzés fölött az uralmat az Immortals. Nézzük is ezt még egyszer, ugye megint a Cloud9 az, aki kezdeményez, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó a helyzet, viszont a megtisztulás érkezik, és Jensen hiába használja már itt a homokórát, túlságosan alacsony életerőn van ahhoz, hogy bármit is tudjon kezdeni, ráadásul a gravitációs mezőt is megkapja, és amiről beszéltünk, a legnagyobb különbség a két dzsungeles között, az az, hogy Meteos sokkal később fogja megkapni a tankosságát, már csak a runa vízhang tárgyválasztásnak köszönhetően. Így egy tankolási versenyben egyértelműen Rainover az, aki jeleskedni tud, de látjuk is az életerét, 4000 fölött van már most a 33. percben, ráadásul szintelőnye is van Meteosszal szemben, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nem vált be nagyon ez a Gragas választás. Mert egy Impact jön meg mindenképpen a hegy arca helyett, ha-ha, jégoszlopal, roppanékony hordó Pobelterre megint, de nézzek, hogy meddig bírja a kedves Viktor. Ugye ő pajzsat mindig magáruház, mindig és kukibesség haza, utána Jensen megint már hátul Whiter-től, Rainover és Adrian között. Smoothie és Jensen lekaszabolja hátul a Unmobilis est. Jensen vissza is lép és túl is éli. Huni szintén meghal. 3-0-át cserél az Cloud9. Végül Meteos meghal. Rainover pedig szintén bajban. 4-1-et cserél a Cloud9. Úgy, hogy baromnasor volt
volt az Immortalzon. Így kell elbízni magad egy mérkőzésen. Ugye láthatok, hogy konkrétan két tank mellett, Impact és Mythios mellett elfutott a Viktor, és bement a Sneaky után. De hát két tank között azért csak nem ölöd meg a lövész. Előbb-utóbb megvannak a tankok, tehát ez nincs mentség is. Pont ezt mondtam, pont ettől féltem, hogy ahogy telnek a percek, a Cloud9 kompozíció, hogy a bajnokválasztás, és megszavaztam, jobb. Ráadásul ez sem játszik Vájtörtön, ami azt jelenti, hogy inkább kezdeményezni lenne jó az Immortalznak, mint hogy úgymond lenyelni a sok tömkeleg sebzést, amit kapnak a Cloud9 játékosaitól, mert ő nem tud mozogni. Neki egy villanása van egy helyzet változtatására, míg Sneaky csak tud csúszkálni. Hát érkezik is a visszajátszás, hogy a kicsi rakás nem talál. Ettől függetlenül nézd meg Pobeltet, hogy megkapja a robbanékony hordót. Itt visszavonul, közben érkezik az ára végső képesség. Jensent gyönyörű szépen kikerüli közben a kristály. Nyilvesszőt Vájtörtön megkapja a fagyosírt, és nézd meg, Pobelter alul konkrétan elsétált a két tank mellett. Tény, hogy érkezett oldalról Huni, de ez édes kevés volt. Egy kis szerencse is kellett azért ez a szituációhoz, hiszen mind Jensen, mint pedig Mythios egy pikarcnyi életerővel túlélték. Ettől függetlenül a helyzet felismerése és kihasználása Jensennek azért fantasztikus volt. Ehhez acélidegek kellene. Ezt még itt sem vettük. Csak a visszajátszás csak során. A visszajátszásban. Haver, ilyet nem lehet mindig megcsinálni, azt, hogy ezt ne felejtsük el. Viszont amit láttunk, az Pobelternek a borzalmas pozícionálása. Két tank mellett elfutni még akkor is, hogyha van egy lövész kb. 20% életerőn, főleg egy Viktorral, aki rengeteg területi sebzést rejt magában, egyszerűen nem szabad. Nem szabad ezt a cserét, én úgy érzem, bevállalni. 18-as szintű ráadásul Pobelter, míg Sneaky ezzel szemben csak 16-os. Tehát még hogyha meg is csinálod az 1-1-es cserét, tovább lesz ember előnyben a vagy pontosabban ember hátrányban az Immortals, mint a Cloud9. És ez a Jensen olyan, mint Európában egy nyugdák játéka, hogy lehet, hogy sokszor hal, lehet, hogy nincs agyon figyelve, de hogy viszont rá valamit kell megcsinálni a play-t, az bizisten. Ez csak egy kis pici firka volt, amit a jéges ugye megcsinál, de az is konkrétan berosálás. És ráadásul megint csak megcsinál a pozíciót arra, hogy a lövészüket az Immortalsnak megint kivegye teljesen a játékból. Huni közön elmenekül. És ugye miről beszéltünk? A játék első szakaszában Huninál egyértelműen ott lesz az előny, egészen addig, amíg Impact megszerzi a szükséges tankosságot, na ez most már megvan, tehát eljutottunk arra pontra 37. percben, és ez megint csak a te feltevésedet erősíti egyértelműen, hogy az idő a Cloud9-nak dolgozik, Huni most már 1v1-ben kettős szint előny ellenére sem tud már mit kezdeni Impact-tel. És hiába van ott nála a Higanshemöv, ne felejtsük el, a Trundle végső képességet az már nem szedi le. Az már nem, és igazából csak a Sneaky megölésében tudna valahogy jeleskedni Huni, mert ugye Jensenre hiába lenne rá, és hiába lenne Jensenre sebzése, csak van rajta páncél, csak van fagyossírja, csak van homokórája, szóval mire Huni befejezni a kombót Jensenen, addigra valószínűleg valamit elhasznál Jensen, amire Huninak vissza kell lépnie. Nem vál be a Riven választás, most már a 37. percben ezt be lehet valani. Él az ősi sárkány, és baradással is lesz másfél perc múlva körülbelül. Kérdés, hogy most mit fog meghúzni majd az Immortals, vagy sikerült-e már annyi magabiztosságot magára ruházni a Cloud9-nak, hogy végre ők kezdeményezzek, mert igazából most már megvan az bizonyos nem előny, de tárgy és kompozíció nem előny. Itiosz. Amire lehet nyugodtan kezdeni hívás. Mythiosék jönnek az ősi sárkány szedésére válaszolni. Smoothie Sneaky, Jensen épességgel még most teleportál Huni, és csak ezután jön Impact. Ősi sárkány, hozzá Mythios sújtásom! Csak begurult a sújt, haver! Konkrétan lazasága lehozza a sárkány, Jensen még ki is jön, túléli, Sneaky is villan, és épessége még gyógyít, még ő is él, és Hunit majdnem le is lövi! Nem haljátékos, sem Immortal, sem Cloud9 részéről, és felmosták a padlót az Immortals a Cloud9 játékot, csak mitél az begurult? Sújtás! És elhozza! Nem véletlenül zoomolnak rá! Gyönyörű szép lopás, hát visszaadta a kölcsön kenyeret Reignoverek. Igaz, hogy ő egy baronnasort lopott Pobelter segítségével együtt. Mythios azonban teljesen egyedül gurult be, Impact követte őt, és hát meg is tehette, hiszen villanása volt neki. Egyébként közben lejárt már a szurdok hírnökének erősítése Impacten, hiszen a 38. percben vagyunk, ez kb. A 36-ig volt elérhető. Na nézzük figyeld, még beszarsz, egyszer. Figyeld. Villanás, és egy sújtás. Ilyen nincsen, és semmi, csak utána reakció.
Jensen közben nagyon szépen használja mind a fagyosét, mind pedig a Zonya homokóráját, és még mielőtt az utolsó kis jelző is kipörögne a káoszviharon, odébb villan. Tehát tényleg Jensennek a villanásai ezen a mérkőzésen 10/10. Impact pedig most már megnőtt, most már mehet, és Rainover is nyugodtan rátapod, ahogy csak illik, és... Oké, hogy Mitios csinált egy ilyen súlytársat ráadásul Rainover ellen? Hát ez eléggé szar letörés volt. Rainover pedig lép vissza, megint jó a jégoszlop. Persze, ez a tankosság, ami most már Trundle-en is elkészült, Rainover nagyon régóta ott van. Mm-hmm. Nem véletlenül csak egyszer halt meg igazából. A gyilkosok felén nem volt ott, ez tény is való, és az őrangyal elkészült Mitioson. És a Mitios ezekből a kezdeti hátrányokból csinál még egy pár ilyet a meccsen, akkor biztos, hogy player of the game is lehet igazából az ő titulusa, illetve akár a kristályi vesző is talált Whiter-től, és Impact végső képesség után nem tud meghalni a troll. Robbanékony hordó, Rainover pedig már nem túl tanki, Sticky viszont meghal, jó a válasz? Rainover villant csodásat, Mitios bajban, kettő gyilkos a popelterem, Mitioson még leesik az őrangyal, most jön még csak Jensen, meghal Rainover, visszállít Mitios, popelterem pedig nem tudja már követni Jensen a homokóra, gravitációs mező, Jensen pedig kijön még is Whiter-t, majdnem megbüntet, és Mitios pedig valószínűleg meg fog halni, oda-vissza mennek a pofonok, Mitios bajban, Huli pedig egy Riven, ő aztán futni, menekülni, ütni, verni, minden tud, egy ötös csere. És most az Immortals részéről, és van baranasor, akár még a meccsnek az inhibitoraira is el lehet talán menni. Főleg az alsó ösvényen lehetne. Várjál, talán be is lehetne fejezni, lehet, hogy meg tudja próbálni az Immortals, mert 30 másodpercig nincsen túlnyomó többségben erős karaktere jelen pillanatban, hogy a Cloudnak még tudna védekezni. Jön majd egyszer egy Sneaky, meg Smoothie. Egy inhibitor dől, hullítolja a felső ösvény második szintű tornyát. Egy raklapnyi lóvé jön be az Immortals bankszámlájára jelen pillanatban, sőt, mi baranra is elmehetnek. Van ott őrszem, de Sticky Smoothie él csak. Hú, na ez most már aranyelő lesz. Ugyan, és egyik karakter sem rendelkezik teleporttal jelenleg a Cloud9 oldalán, hiába fognak éledni. És igazából mivel a felső ösményen ment végig Huni, egyértelmű volt, hogy nem akarják még befejezni a mérkőzést. A baronnasort viszont elhozzák. Így is van, hát ott van azért a kettő hegyi sárkány. Na nézzük, Impact az, aki ugye nem igazán tud meghalni, és itt ennek köszönhetően egy picit elbízza magát a Cloud9. A robbanékony három emberre gyönyörű szép, de Pobelternek a sebzésével egész egyszerűen nem számolnak. Mindenki azon nyomban szinte elolvad, kettős gyilkosságot rögtön el lehet hozni. Mitiosnek még ugye ott van az őrangyala, és hát Rainover még bemegy Jensenre, aki be tudja fejezni, de innentől kezdve Jensen három ember közé ragad be közben a háttérben. Hát Huni annak elejére, amit mondtuk, be tudja fejezni azért azt a tankos trollt is. Mitios pedig innentől kezdve csak időt próbál húzni, minél több értékes másodpercet, hogy a csapata újjá tudjon éledni, de ennek ellenére is középső ösvényes inhibitort és a baronnasort elvesztették, úgyhogy... Hát 8000 és Huni teleportja elérhető, nem véletlenül az alsó ösvényen, de egy dolgot be kell vallani, hogy oké, hogy talált három emberre robbanékony hordó, de senki sem sikerült visszafele lökni. És a Pobelterről teljesen leesett a fókusz, Jensen pedig beragad most már három játékos mellé, még jégösvényen épesége kijön, nagy szerencsé, de a torony dől. Tehát nem volt jó, mert Whiter-től is sokáig élt, és Pobelternek még a élet ereje sem csökkent, egy minimálisan sem az előző küzdelem, szóval most a Cloud9 hibázott, és nem volt jó robbanékony hordó, kész, pont ennyi. Az alsó ösvény inhibitorát vérő tornyát szedi Huni, sok a sebzés Impact-től, el lehet magát számolni, viszont van neki villanás, hogy nagyon kéne menekülni. Impact erőre kap, jó a kábítás, Huni pedig menekülni próbál, ő azért a Riven, de neki is vannak határai, eljön végül. Cloud9-nak segítség kell a felső ösvényen, Impact-re szükség van. Impactnek azonban teleportja nincsen. Huni haza, és azonnal a baronnasonnak között, már maximális életerőn van, és lehet jönni inhibitorért. A Cloud9-nak valamit meg kell húzni, mert két veszes inhibitor az baj. Impact lép vissza, neki végső képessége nincsen, és Jensennek most már van fagyos sírja. Mikor indul meg a Cloud9 valamit védeni? Jensen közben ugye meghalt, így nincsen. Most már egál. 5-4 ellen van az Immortal csapat előnyben, dől egy Nexus tanulni közel és felrabaszti ki! El sem tudott villanni! Impact bajban és Huni még éppen visszaáll és dől még egy Nexus torony, már csak a Nexus van hátra és Impact megint csak hátul ott táncol, de segíteni nem tud! 9-17-tel 44 perc alatt az Immortals 2-1-re veri a Cloud9!
Hát azt hiszem ez az az eredmény, amire nem igazán számítottunk a kompozíciókat eltekintve. Hulinak a rivenje valahogy a végére mégiscsak beindult. Siába volt ott minden tankossága közben Jazzist láthatjuk a képernyőn, aki talán még az SK-ből ismerhetünk, ott jelent meg először. Hát azt kell mondjam, hogy az Immortals gyönyörű szépet játszott ezen a mérkőzésen is. Én egy kicsit, hogy is mondjam, rizikósabban indult azért ez a mérkőzés, de ettől függetlenül megint csak összeszedték. És talán az egyik kulcsfontossága ennek az egész játéknak igazából már a játék előtt megtörtént, még a választási fázisban, ami nem más volt, mint Meteos Rexájának az elvétele, aminek a hiányát egyértelműen érezhettük végig a mérkőzésen. Gragasszal messze menően nem voltak annyira jók a kezdeményezései. És amit még hibaként szeretnék mindenképpen kiemelni, az Impactnek a jégoszlop kezelése rengetegszer rosszul használta. Folyamatosan, sokszor az volt, hogy a saját csapatát helyezte hátrányos pozícióba, pontosan amiatt, mert vagy pont úgy segített egy játékoson, aki nem szeretett volna, vagy a saját útját blokkolta el egyszer például a kékerősítés környékén, amikor még mondtad is, ugye, hogy Meteos mindent elhasznált, hiszen egy villanás kicsirakás kombóval kezdeményezett Rivenre, és ugye a Grom fele szeretett volna menekülni Riven, oda jött a VLC-le játszó, de igazából a saját útjukat blokkolták el, és Riven pedig így van. Viszont én nagyon gyors leszek most jelen pillanatban, az elemzést nagyon gyorsan akarom zárni, ugyanis az a meccs, amit megszavaztatok és beígéltem számotokra, már tart. Szóval nagyon gyorsan egy kétperces stream beállítás, ilyesmi lesz, hogy azonnal mehessünk az Apex mérkőzésre, szóval lezárjuk ezt az elemzést, nyert az Immortals 2-1-re, 2-3 perc és jövünk vissza már az Apex mérkőzésre az Energyvel szemben. Ne menjetek túlságosan messzire, sziasztok! 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 Sziasztok!